Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen egy jóslás gyertya mágiával. Ezúttal arról van szó, te közöltél vele valamit, vagy írásban, vagy személyesen, de ő még nem reagál, nem tudni, hogy mi a válasz, hogyan fog közeledni hozzád. Mivel itt kommunikációról és érzelmekről van szó, újra a kék színű gyertyát választottam. Ez szimbolizálja a beszélgetéseket, utal a víz elemére, ahol érzelmekről van szó, utal az égi hatalomra és a te intuíciódra is. Tehát itt van egy jóslás, gyertya mágiával. A videó végén átküldöm ezt az energiát, de ez az energia már most is érezhető. És hogy hat ki rád, kérlek írd le a kommentárba, ennek nagyon örülnék. Tehát itt az a helyzet, hogy ő még nem válaszolt, a kérdés az, hogy mikor kapsz választ, és hogyan fog reagálni. Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a jóslást, mint egy személyes kivetés, akkor az utal a te jelenlegi helyzetedre. A díjam 4000 forint. Energia átutalás, tehát ez a kirakás gyertya mágiával együtt, akkor a díjam 8000 forint. Ha kéred hozzá még az asztrológiát, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját az indiai asztrológia szerint, akkor ebben az esetben a díjam 10000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt ez a kép jelenti az ő jelenlegi helyzetét. Valaki megbántotta őt. Itt vannak fájdalmas emlékek. Az is lehet, hogy te megsértetted őt, és ő most makacs, visszahúzódó. De vannak problémái a munkahelyén is, hiszen ez a kártya utal a munkára, a hivatásra, és itt megjelennek a halak, jelentik az anyagi dolgokat. Lehet, hogy ő úgy érzi, hogy mások kihasználják őt anyagilag, vagy úgy érzi, hogy nem kapja meg a megbecsülést a munkahelyen. Az is lehet, hogy ehhez még az is hozzájön, hogy voltak félreértések kettőtök között, és ő vár arra, hogy te jelentkezz nála. És mi történik akkor, ha te visszahúzódó vagy, és nem írsz neki? Akkor itt látható, hogy te állsz a középpontban, ő gondol rád, megvan a vonzalom kettőtök között. Itt a virágcsokor jelenti a te szépségedet, a nőiességedet, de azt is, hogy itt lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy meghívás, vagy egy ajándék, és ez az ajándék útban van hozzád. Ez az út jelenti a jövőt is, ez lehet egy közös életút is, ahol itt kivirágzik valami. És ez a kártya utal a változásokra, ez szerencsét hoz, hiszen itt megjelenik a 4 levelű lóhere. Azt is jelentik a kártyák, hogy ő boldog veled, útban van hozzád, vagy szeretné azt, ha te közelednél hozzá, és ez számára olyan, mint egy ajándék. És most átküldöm a gyertya energiáját, csukd be a szemedet, helyezd magad kényelembe, gondolkodj el azon, mit szeretnél vele megbeszélni, hogy érzed magad, vagy ha lesz itt egy változás, és ő közeledik hozzád, hiszen kapsz egy hírt, vagy egy ajándékot,
akkor ennek te is örülni fogsz. Bízz ebben, erősítsd a hitedet. Ebben segít neked ez a gyertya mágia, ez a szertartás, ez az energia. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.